Sziasztok, Blanka vagyok, és itt vagyok egy újabb videóval. A héten a családommal Egerszalókon nyaralunk egy hotelben, úgyhogy arra gondoltam, hogy erről egy vlogot készítek nektek. Az egész hetet nem lenne értelme felvennem, mert evésen, alváson és medencézésen kívül nagyjából semmit nem csinálunk, de a mai napot szeretném nektek megmutatni. Illetve szeretném nektek megmutatni, hogy milyen gyönyörű helyen vagyunk most. Ilyen csodaszép a kilátás a szobánkból. Ezek pedig itt előttem sódombok, ezekből jön a gyógyvíz a lenti medencékbe. Elméletileg ez egy környezetvédelmi övezet, tehát nem lehet semmilyen szivattyút vagy bármit beszerelni, úgyhogy mindent kézzel csinálnak, meszelik meg, nem tudom, megoldják, hogy a víz lemenjen a medencékbe, de őszintén szóval nem értek hozzá. Viszont azt mondták, hogy télen ezzel fűtik a szobákat, illetve a medencék hőfokát se kell változtatni, mert ez a két sódom egész évben ugyanolyan hőfokot csinál nekik. Itt most reggel 9 óra körül van, most fogunk indulni reggelizni, amit már igazából borzasztóan várok, mert amikor elutazunk valahová, mindig a reggeli a kedvenc részem. Nem tudom pontosan, hogy miért, mert otthon nem annyira szeretek reggelizni, van, hogy ha mondjuk későn kelek fel, akkor ebéddel kezdem a napot, de ha valahol máshol vagyunk, akkor mindig a reggelit várom a legjobban. Szokás szerint igazi ínyencségeket kóstolok meg itt is. Tudom, hogy a virsli meg a tejbegríz nem igazán illik össze, de majd tartok egy kis szünetet. A család többi része már végzett a reggelivel, már csak mi maradtunk, mert mi keltünk a legkésőbb. Na, végeztünk is a reggelivel, most már át is öltöztünk és indulunk le fürdeni. Az arcom pedig azért csillog ennyire, mert lekentem magam egy, nem tudom, nagyjából egy liter barnítókrémmel. Hát ilyen barnítós naptáj, szóval nem az a fajta barnító, amivel bekened magad, és nem tudom, vársz pár órát, és akkor barna lesz a bőröd, hanem ez csak elősegíti, hogy napozás során barnább legyek, mert nekem nagyon-nagyon fehér bőröm van, tehát alapvetően, ha nincs nyár, akkor olyan heti egyszer szoktam járni szoliba, de úgy tudom elérni azt, hogy ilyen normális ember színem legyen az év többi részén, most pedig elhatároztam, hogy idén nyáron nem fogok járni szoliba. Kíváncsi leszek, hogy mennyire fogom tudni betartani, eddig sikerült, mivel nagyjából május óta nem jártam szoliba, viszont minden nap próbálok egy órát napozni, és igazából most már egész jó színem van, szerintem ilyen barna naptól még soha nem voltam életem során, maximum napszoli kombótól. Úgyhogy most kíváncsi leszek, hogy egy nyaralás során is képes leszek egy kicsit még emellé barnulni, de most úgy érzem, hogy megálltam ezen a szinten, úgyhogy lehet, hogy nekem ez a maximum. Na, már le is értünk a fürdőbe. Ennek a hotelnek egyébként óriási fürdőrésze van, mert nem csak a hotel lakói jöhetnek le ide fürdeni, hanem igazából bárki, gondolom a környékről is sokan járnak ide, úgyhogy kicsit sokan vannak. Én jobban szeretem, hogyha inkább kisebb a fürdő, viszont csak mondjuk, nem tudom, 200 ember van, nem pedig 500, de nem baj, így is nagyon jó. Már vissza is jöttünk a szobába. A délután folyamán nem nagyon volt lehetőségem videózni, mert ugye nem vihettem magammal a medencébe vagy a szaunába a telefont, úgyhogy emiatt nem nagyon vettem fel semmit, de el tudom mesélni, hogy mi történt, vagyis hát igazából semmi nem történt nagyjából, mert csak napoztunk, meg aludtunk, igazából elég sokat. Meg elkezdtük az Aranyilletet, ami egy magyar sorozat, és nekünk baromira tetszett. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen jó, de tényleg, mintha valami amerikai lenne. Úgyhogy, ha még nem kezdtétek el, akkor mindenképpen ajánlom. Most fogunk elindulni vacsorázni. Már elég késő van, úgyhogy még reméljük, hogy marad kaja.
már végeztünk a vacsorával, és kijöttünk ide a szobánk teraszára teázni, mert tök jó, van a szobában vízforraló is, meg tea, meg ilyen instant kávé, cukor, még gyümölcs is, úgyhogy bár az már megrohadt, de hogy igazából tök jó, mert így tudunk, akárnyi, hogyha mondjuk betegek lennénk, én például csomó hotelben hiányolom, hogy viszek magammal neocitránt, és mondjuk pont innék egyet, de hogy nincsen vízforraló, és mit tudom, én csak pénzért adnak lent, ami szerintem tök hülyeség. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó itt. Úgyhogy itt vagyunk most kint a teraszon. Mikivel. Ki valamit matat. Illetve ilyen szép itt a kilátás. Fel akartam venni a naplementét is, de teljesen kiment a fejemből, igazából nem is vettem észre, hogy volt. Illetve eddig velünk volt egy szobában az egyik tesóm Csabus, de ő most átment anyáik szobájába, mert megbeszéltük, hogy néha ők lehetnek kettesben, néha pedig mi, mert elég furcsán oldottuk meg ezt a nyaralást. Az első pár napban a másik tesóm is lenn volt, Domi, úgyhogy csak öten voltunk így mi a szűk család, de Domi hazament, és őt váltotta Miki, úgyhogy most megint öten vagyunk lent, csak már más a felállás. Viszont most elköszönök, mert itt már este 11 óra van, és fürdésen és alváson kívül már nem nagyon fogunk más csinálni, ezeket meg ugye nem tudom felvenni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!